A DVTK. A Borsodi. És a Volkswagen bemutatja. Küzdelmes mérkőzés volt, ami hál' Istennek a végén egy slusszpoénnal zárult a mi részünkről, egy tökéletes befejezése. Lehetőség az ellenfélnek már nem volt javításra, úgyhogy nyertünk bajnok ellen, úgyhogy parádé. Én mindenképpen a csapat erejét emelném ki, mert az első 35 perc úgy gondolom jó volt, akkor volt egy fázis a mérkőzésnek, amikor a Honvéd volt fölöttünk, jobban játszottak, abszolút akkor nem voltunk benne a játékban. És akkor utána második fél idő egy ilyen X-es meccs volt, ahol talán a vége fele domináltunk, és uraltuk a mérkőzést, de ezt is nehéz kijelenteni, nem tudom, mivel ilyenkor mindig az edző maga felé hajlik a keze, egyértelmű, de bennünk volt abszolút a gól, bennünk volt az a tartás, és ami miatt le a kalappal a játékosok előtt, hogy a kihagyott 11-es után hittek abba, hogy ennek még jó vége is lehet ennek a történetnek, úgyhogy az abszolút szenzációs érzés, hogy a csapat ennyire akart. És amit az előbb is mondtam, hogy hát azért a tavalyi bajnokot vertük meg, úgyhogy ez nem volt egy olyan sétagalop, meg az, hogy a múlt héten mi mennyire nyertünk, az maximum egy önbizalomnak, egy hit erősítőnek jó volt, de most ez ugyanúgy jó, mert hát a tavalyi bajnokot, aki megveri, az ugyanúgy megverhet mindenkit, úgyhogy próbálunk ezt szem előtt tartva a következő mérkőzésre ebből erőt meríteni.